Jézusom kihív, anyomosom, ezek szerint életben van. Csókolom, mama! Kiengedték a kórházban, igen? Az jó, jól tetszik lenni? Hát én annak örülök, igen. Nem, a Tomika nincs itthon, a kisfia nincs. Oda van, dolgozni. Ő szokott, igen. Nem házasodunk meg a Tomival továbbra se, nem gondoltuk meg magunkat. Mi így is boldogok vagyunk. Tudom, hogy ez így ennek nem annyira jó, de mi attól boldogok vagyunk, igen. Igen. Na hát elhiszem, hogy rész venne egy jó lagziba már, igen. Meg egy jó temetésem, ugye. Csak hát senkinek nem adatik meg az, amit akar, igen. Hát, na mindegy. Nem. Hát tudom, hogy igen, azt már mondtam, hogy 147-szer, hogy az a család szégyen, hogy a Tomi nem diplomázott le, igen, már hallottam ezt a történetet. Én sem amúgy, ha esetleg. Az nem érdekes, persze, nyilván, világos. igen. Köcsögöm! Nem csak tüsszentettem, semmi érdekes, igen. Nem kell igyekeznie, hogy ide jöjjön. Ma nem jó amúgy se. Holnap se, nem. A héten nem. A héten nem. Majd ünnepekkor, igen. A karácsony, az egy jó ünnep, nem? Így most már május, karácsony. Hát, de lehet jövő karácsony is, hát nem kell itt tényleg. Az még ugye meg is kell élni. igen, hát messze van még, azt meg kell élni. Hát ha mégis valami lesz, igen. Na, csókolom.